A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 28-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy hamisítatlan kultúrmixel, könyvemutatóval, táncesttel, színházzal várom önöket. Tartsanak velünk! Új kulturális programsorozattal gazdagodott Székesfehérvár. A Viktória Rehabilitációs Központban ezentúl havonta jelentkezik a Kettcsináló Kultúrmix. Viktória Pódium, Kettcsináló Kultúrmix címmel új kulturális programsorozat indult a Viktória Rehabilitációs Központban. A város sokszínű kulturális életét bemutató, havonta jelentkező sorozat első estjén Cserta Gábor és Takács László megzenésített versekkel léptek színpadra, majd az elhangzott művekről Bakonyi István irodalomtörténész beszélt, de felléptek a Stepen Style stúdió táncosai is, illetve Kovácsai Gabriella üvegfestő alkotásaiból nyílt kiállítás. Lehet egy megerősítő program, például abban, hogy létezik Fehérváron kultúra, talán emésztető formában, hogy létezik olyan közönség, aki erre kíváncsi, és szerencsére létezik egy olyan hely, ahol ezt meg lehet rendezni, a Viktória Központ ez, ahol, aminek az előadó termébe vagyunk, és ami most havonta otthont fog adni, reményeim szerint sokáig, egy ilyen kultúrmix műsornak, szerveződésnek, aminek része lesz minden alkalommal egy zenei blokk, különböző műfajok férnek ebbe, akár a komoly zene, világzene, népzene, mondjuk egy tánc, vagy mozgás jellegű blokk, egy irodalmi oldal, és egy képzőművész vagy kézműves bemutatkozik, lehetőleg mindegyikük fehérvári, hogy ismerkedjünk egymással, az itt működő csoportokkal, szólistákkal, művészekkel. Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész az est moderátora Cserta Gábor és Takács László társaságában a versek világába kalauzolta el az est vendégeit, amelyeket megzenésítve hallgathatott meg a közönség. Annak mindig örül az ember, ha egyre több olyan helyszín van, ahol kulturális műsorra kerülhet sor ebben az időben, ebben a korszakban. Igyekeztük ezt a mai programot úgy összeállítani Cserta Gábor és Takács Lászlóval, hogy kapcsoljunk a nőnaphoz és a Zoltán naphoz is, mert többnyire női szerzők műveit fogják hallani a itt lévők, és ugyanakkor két Zoltán nevű szerző verse is elhangoznak ebben az összeállításban. Kovácsai Gabriella üvegfestő az alkotó ember számára is fontos, hogy jótékonysági esten is képviselje művészetét és segítse az intézmény jövőjét. Nagyon megtisztelő, örültem neki, főorvos urat már régóta ismerem, ő régen az egész családja szereti a munkáimat, és hát az meg, hogy ez az egész egy jótékonysági dolog, az, annak meg külön örültem, úgyhogy én is felajánlottam egy képet, egy nagy képet, amit elvileg még amire elvileg még licitálni is lehet. Úgyhogy remélem, hogy minél több pénzt hoz a képem a Viktóriának. A kulturális programsorozat bevétele a Viktória Rehabilitációs Központ lakóinak életét segíti, a jövőben a fellépő vendégek és a közönség felajánlásait az intézmény az ő épülésükre használja fel. A Szent István Művelődési Házban mutatták be Csévarga István Hagyatékból örökség című kötetét. A könyvben a József Attila díjas irodalomtörténész a bencés rend történetét tárja elénk.
A Csóri Sándor Társaság meghívására érkezett Székesfehérvárra Csévarga István József Attila Díjas irodalomtörténész, az ELTE Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott professzora. A találkozó apropója az volt, hogy a Szent István Művelődési Házban mutatták be Bakonyi István moderálásával a Hagyatékból örökség, Bencés tanáraim, példaképeim, diáktársaim című a közelmúltban megjelent könyvét. Nagyon fontos, hogy azokra a tanárainkra emlékezzünk, akik életes szólóan meghatározták a tevékenységünket. Csévarga István irodalomtörténészként és az Ars Sacra kutatójaként ismerős. Hozzáteszem, hogy én annak ide Németh László kutatóként ismertem, meg éppen 42 év járt először Székesfehérváron, amikor meghívtam egy Németh László szóló előadásra. És a lényeg az ebből a szempontból, hogy gyönyörűséges eszényelven val a bencés hagyományról, a bencés történetről, ami a magyar történetnek a szerves része, és olyan kiválóságokról, mint Nádasi Alfonz vagy Jáki Sándor Teodóz, akik a tanárai voltak, de közben a kortársak közül is portrérajzol Korzenszky Richárdról, vagy éppen a korán elhunyt kiváló költőről, Nagy Gáspárról. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos ez az emlékállítás, ez a tisztelettevés, ami a múlthoz kötődik, de olyan múlthoz, ami a jelenben is rendkívül fontos. A kötetben a bencésen történetét áttekintve a professzor megerősíti, hogy a bencések egy évezreden át nem csak a világra nyitottak ablakot, hanem ahogy ő fogalmaz, kilátót, kétirányú ajtót, kaput is jelentettek a magyarság számára. Az olvasók elmélyülve Csévarga István gondolataiban megérthetik, hogy a bencésrend szellemisége keresztény, római, katolikus, egyetemes, magyar és európai. A számadó kötet, hálaadó kötet. 77. évemet betöltve mondhatom, hogy az a hálaérzés, hogy a tanáraimnak a kultúra jegyében, amelynek része a küzdelem a felejtés ellen, és a hálaadás azért, amit kaptam, és az a jó érzés, hogy valamit visszaadok, megosztok másokkal is. És ennek a lényege az, hogy a Magyarországon több mint 1000 éves tanítórend, bencések, iskolájába járhattam, hogy megalapozták a tudásomat, hogy az ismeretekből tudás lett, és ugyanazt éreztem benne, mint Kapuvárott a nagy családban, hogy a legnagyobb örökségem az, hogy munkaszeretet, amire példát adtak a szüleim, nagyszüleim, hogy édesapám a kapuvári vasútállomáson azt mondta, amikor indultam a bencésekhez, hogy fiam, ne tanulj te többet Győrben, mint amennyit mi itthon dolgozunk. És a mai napig is ez kötelez engem. És ennek az az alapja, hogy az imádság a lelki erőt adta nekik, a szüleimnek, nagyszüleimnek a példáján tanulhattam. Az, hogy az élethez, a boldoguláshoz pedig szükséges garancia a munka. Így kötődik össze. És bizony az Isten hit, a munkaszeretet, és hát ahova beleszülettem, magyarságom köt. És ez a három pillért is alkot, összetartozik. És most az 1000 éves bencés példán, az oktatásügy révén Németh László kutatóként felismertem azt, hogy a legfontosabb a hit, a pedagógus hite, hogy az ember többre tanítható és jobbá nevelhető. A bensőséges hangulatú találkozón a beszélgetés nyomán megérthettük azt is, mi mindent köszönhet a hit és a kultúra a bencéseknek, akik mindenkor a teljesség igényével munkálkodtak az emberért. Ismét egy különleges előadással jelentkezett az Alba Régia Táncegyüttes. A Petőfi évfordulóra készült Verslábak című táncest a forradalom és szabadságharc legendás költőjére emlékezik, kicsit másként. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még földel a nyárfarnakról került, de látod a téli virágot, már hónap alá a mércitek előtt. Minek megfüsszenek? Ha a merengésen, akkor nyárban szép szemeim, este csillag el, nyárban szép szemeim. A likét a muszlát neked. Szabadság. Szerelem. Neked kell nekem. Szerelemért fölöltözöm. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani régen látott anyám. Mit mondok? Mit nekem te szorton Kárpátoknak, fenyvesekkel vadregény sztályoknak? Tán csodálok, ám de nem szeretlek, s képzett a fegyvöldet. Európa csendes. Újra csendes. Elzúgtak forradalom.
Az Alba Régia Táncegyüttes a költő születésének 200. évfordulója tiszteletére Petőfi Sándor életműve ihlette előadást mutatott be Verslábak címmel a Malom utcai táncházban. Magyaros Róbert művészeti vezetőt és csapatát Petőfi különleges életútja inspirálta a produkció létrehozásakor. A Verslábok című előadás főszereplője Göbölös Gábor, az Alba Régia Táncegyüttes egykori tagja, aki a darab előkészületeiben is nagy szerepet vállalt. Ő vezeti végig az közönséget Petőfi Sándor életének izgalmas állomásain az Alba Régia Táncegyüttes és az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja közreműködésével. Egy olyan élményt szeretnénk nyújtani a közönségnek a saját nyelvünkön, a néptánc nyelvén Petőfivel kapcsolatban. Olyan információkat, olyan érzeteket, amiket lehet, hogy még ők se ismernek, vagy nem tudnak. Úgyhogy ez inkább nem egy emlékműsor, inkább ez egy előremutató, jövőbe mutató, egy csomó olyan fiktív dolog van benne, ami lehet, hogy meg se történt, vagy lehet, hogy nem így tanultuk, de mégis megtörtént. Tehát feszegetjük mi is ennek a Petőfi mondakörnek a dolgait. Nagyon izgalmas. A mostani előadásban a népzene és a tánc segítségével megjelenítik a költő kevésbé ismert székesfehérvári történeteit, szerelmi költészetét, forradalmi verseit és Kródi Gyula regényéből az Áll Petőfiket is. Nagyon komplex módon sikerült, úgy érzem, reméljük majd a nézőknek is ez lesz a véleménye. A folklorizálódott verseken keresztül, a viseleteken keresztül, az egyéb történeteken keresztül szerintem sikerül megidézni azt, amit szerettünk volna. Az együttes korában már foglalkozott ezzel a témakörrel, akkor Petőfi népdalokká folklorizálódott verseit mutatták be, bebarangolva a teljes Kárpát-medencét. Ennek a műsornak már volt egy előzménye, ha jól emlékszem, ilyen 10-14 évvel ezelőtt. Ez egy felújított verzió, sokkal kibővített. Az alapgondolat az ugyanaz, hogy Petőfi életműveiből merítünk ötleteket és gondolatokat, ezt szeretnénk megmutatni a közönségnek. És akkor emellé kerestünk nagyon jó, autentikus táncokat, amiket aztán mindenféle technikai elemekkel egészítettünk ki. A táncosok valódi csodapillanatokkal ajándékoznak meg bennünket, a táncos zenés és prózai jeleneteket a vizualitás segítségével teszik színházszerűvé. Mind a táncban, mind a zenében visszatér a reformkor hangulata, helyenként a ruházatban is megjelennek az eredeti népviseletek. Nagyon szerettünk készülni, a Robi nagyon-nagyon sok mindenbe segített, és nagyon sok mindent tanultunk tőle. Új anyagaink is vannak, illetve a régi koreográfiáinkat turboztuk egy kicsit fel, hogyha szabad is fogalmazni. Megtalálhatóak versek a műsorban, amelyekre táncolunk, és szerintem nagyon-nagyon jó. Petőfinek szerintem a legeslegszebb verseit választották ki, illetve a kor, amiben Petőfi élt, azt is egy kicsit megidézzük mind ruhákban, mind pedig a mozgásban is, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jól sikerült műsor lesz, vagy lett, és remélem, hogy élvezni fogják majd a nézők.
Az előadást a nagy érdeklődésre való tekintettel május 19-én a Táncvilágnapján is megtekintheti a közönség. Székesfehérváron a Finnbarátok köre szervezett ünnepet az Északi Nép eposza és a finn kultúra napjának tiszteletére. A találkozón Fraller Ildikó avatta be a közönséget a Kalevala megszületésének történetébe. Emberfiát fényre juttast címmel a Sampó Székesfehérvári Finnbarátok köre és a Vörös Marti Mihály könyvtár közös megemlékezést szervezett a Kalevala és a finn kultúra napja alkalmából. A Hímerházban megtartott ünnepen Prépost Károlyné, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ez a finnek számára is, és nekünk is tényleg egy fontos ünnep. Itt kiemelném azt, hogy amikor Elias Lönnrot 1835. február 28-án elkészült az úgynevezett régi Kalevalával, ami 32 rúnaból, azaz 32 versből állt, nagyon hamar világszenzáció lett belőle, tehát az egész világ megismerte, és ennek az lett az eredménye, hogy az addig ismeretlen finn népet kihozta az ismeretlenség soraiból, és az egész számára, az egész világ számára ismerté vált. A finnek nagyon is érzik és tudják ennek a jelentőségét, illetve nagyon büszkék erre a nemzeti eposzokra. Ezért is van az, hogy a finn kultúra napja tulajdonképpen az a Kalevala készültének a napja, azaz, hogy február 28. Ez zászlós ünnep Finnországban, ami azt jelenti, három ilyen zászlós ünnepük van, ha tévedek, akkor elnézést, azt jelenti, hogy ezen a napon nem csak a középületeken, hanem a családi házakra is kiteszik a finn lobogót reggeltől estig, ezzel egy külön tiszteletet adva az ünnepnek. A találkozón Fraller Ildikó, az Egyesület tagja, az Elias Lönnrot által összeállított finn nemzeti eposz, a finn népköltészet elsősorban karjalai eredetű hősi és epikus énekeiből összeállított Kalevala történetét ismertette vetített képes előadásában. Természetesen megidézzük a Kalevalának a történetét, a mesét, a mítoszt, hiszen ez egy nagyon érdekes történet, hogyan keletkezik a finnek szerint a világ, és hogy hogyan születik meg minden idők legnagyobb énekese Väinämöinen, aki tulajdonképpen az elindítója ennek a Kalevalának, Kaleva földjén történt mitikus és valószerű történeteknek. És hogyha már ő minden idők legnagyobb énekese, ez az előadás valahogy az énektől fog kezdődni, és valahogy a szövegig az énekig ér, mégpedig úgy, hogy egy kicsit megidézzük a filmbeli feldolgozásokat, egy 1982-es filmnek, a Vaskornak a segítségével, és természetesen itt lesznek velünk képzőművészeti alkotások is, amiket Akseli Gallen-Kallela készített természetesen az eposzhoz, és hogy igazi énekszó nélkül sem maradjunk, a Kodály Zoltán általános iskola és gimnázium középiskolásai fognak közreműködni, ide varázsolva egy kicsit Kodályt, hogy a magyar kapcsolatok is megmaradjanak. Komoly öreg Väinämöinen, éldegéle ideiglen, Kalevala hegyén, völgyén, nap-nap után énekelvén. Természetesen nem maradhattak el a finn népi énekek sem. A Kodály Zoltán Énekzenei Gimnázium kórusa Feke Marian vezényletével a zeneszerző az eposz különleges világáról szóló dalait szólaltatta meg. Folytatódott az íróasztal beszélgetés sorozat, a Vörösmarty Társaság vendége Borbé László és Domonkos László a kortárs magyar irodalom két kiválósága volt. Folytatódott a Vörösmarty Társaság új portrébeszélgetés sorozata. Az íróasztal című esten Bobori Zoltán a társaság elnöke moderálásával ezúttal Domonkos László és Borbé László írók voltak a vendégek. Nagyon örülök annak, hogy ez a kezdeményezésünk úgy néz ki, hogy sikeres és sikeres lesz. És hát az, hogy két, a kortárs magyar prózaírás két ilyen kiváló személyisége
képviselője a vendégünk, ez meg azt hiszem, hogy megadja az értékét és a rangját ennek a sorozatnak. Nagyon örülök, hogy elvállalták, két egészen kiváló és nagyon színes személyiség, Borbély László és Domokos László, két különböző, természetesen különböző mentalitású és különböző írói céllal rendelkező, pontosabban nem egy cél van, a kortárs magyar próza irodalomnak a népszerűsítése. Ők kiváló alanyai ennek, a könyveik nagyon népszerűek és nagyon nagy olvasmány élményt jelenthetnek mindenkinek. Nagyon örülök annak, még egyszer mondom, hogy elvállalták ezt a fehérvári szolgálatot, nem először, többször voltak már a vendégeink, és egészen biztos vagyok benne, hogy még sokszor fognak Székesfehérre. Hadd mondjam azt, hogy nagyon nagy tisztelője a városnak mind a kettő. Mind a ketten rendszeres vendégei a határon túli magyar irodalom napjainak, a könyv napi rendezvényeknek, úgyhogy tényleg mondhatom azt, hogy ide úgy állnak, mint hogyha hazajönnének. Borbély László aranytoldíjas író első könyve 2005-ben jelent meg, amely két kisregényt, a Lándzsa Longinusza, valamint az Utca napos oldalán című műveit tartalmazta. Pályafutását sportújságíróként kezdte, majd rendszeresen publikált novellákat is. Ezúttal Ocsenás című új novellás kötetét hozta el Fehérvárra. Székesfehérvárra hazajövök mindig. Nagyon szépen köszönöm a házigazdának, Bobori Zoltánnak az ötletet, és az újabb felkérést, így ahogy elhangzott, rendszeresen szerepelek itteni szép irodalmi rendezvényeken. Nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen párbeszéd az olvasók és a szerzők, az alkotók között. Nekem nemrég jelent meg Ocsenás címmel egy novellás kötetem az Időjel kiadó gondozásában. Arra számítok, hogy ezzel kapcsolatban kérdeznek majd, és újdonságként azt is el szeretném majd mondani, hogy májusban a Szabad Színház Székesfehérváron nagy hagyományokkal működő kis kamaratársulat bemutatja egy darabomat, amely egy korábbi elbeszélésem nyomán készült, és éppen egy ugyanilyen író-olvasó találkozom, mi most az íróasztal figyelt fel rá Nagy Judit rendező művészeti vezető a történetre, és fölkért, hogy dolgozzunk együtt, és én örömmel igent mondtam, mert tudtam, hogy hazajövök újra. Domonkos László szintén gyakori vendég Székesfehérváron, 12 évig a Dél-Magyarország kulturális rovatánál dolgozott kritikusként, rendszeresen publikál ma is többek között a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet újságokban, valamint a Trianoni Szemle folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Az a mostani dolog, ez inkább úgy mondom, hogy egy jó értelemben megszokott fehérvári vendégeskedés sorba illeszkedik, azzal a különbséggel, hogy most azért nem csak egy-egy könyvről lesz szó, hanem tényleg egy kicsit kitágítottabban, és ez azért jó, mert Zolival azért jó beszélgetni, mert egyrészt eléggé jól ismer bennünket, másrészt pedig olyan irányokban tudjuk tágítani a beszélgetést, ami az átlagos könyvbemutatók, amikor csak egy könyvre koncentrálunk, azt egy kicsit fölébe helyezi ennek, tehát most én abba bízom, hogy most is, mint másik ilyen alkalmakkor itt Fehérváron volt, több mindenre, tehát több olyan tágabb összefüggésre tudunk esetleg rávilágítani, pláne ugye ketten Borbély Lacival, ami hát mindenféleképpen többet mond talán reményeim szerint, mint egy átlagos könyvbemutató. A bensőséges hangulatú találkozó ismét megerősítette, hogy az olvasóknak igenis szükségük van a személyes találkozásra, és erre jó példa az íróasztal sorozat. A Szabad Színház Nagy Judit rendezésében mutatta be Rozsek emigránsok című darabját, a dráma szerepeiben Balogh Mihályt és Szabó Miklós Bencét köszönthettük. Megjöttem! Jöttem! Úgy mondják, hogy jöttem. Hogy jöttem? Van egy szívi? Rozsek drámája az emigránsok húsba vágó és lélekbe markoló kérdéseket feszeget a hazájukat különböző okokból elhagyó emberekről. Valahol idegenben egy föld alatti pincében élő értelmiségi figura és egy munkás sorsát mutatja meg az előadás a szabadság és a rabság kérdéskörét járva körül,
felvillantva az emigrációs lét fájdalmas igazságait. Ennek a darabnak 10 évvel ezelőtt álltunk neki először, akkor nagyon aktuális volt, aztán 8 évvel ezelőtt játszottuk utoljára, és akkor most úgy éreztük, hogy tulajdonképpen az aktualitásából ez alatt az évtized alatt semmit sem vesztett. Az én karakterem az XX, ez egy nagyon egyszerű munkás ember, úgy képzeljük, hogy egy vidéki kis településről utazott ki külföldre, gyakorlatilag végletek embere, tehát nagyon igényei sincsenek, kizárólag pénzt keresni utazott külföldre, tehát egy napja az gyakorlatilag abból áll, hogy föl kell, elmegy melózni, utána hazamegy, eszik, alszik, és gyakorlatilag ebből áll a hete, a hónapjai, az évei, miközben gyűjtöget egy otthonra, egy új házra, egy új lakásra a családjának, és nincsenek nagyon igényei kint, ugye ez az egyik típus, aki megjelenik a darabban, és akkor ugye ott a másik karakter, az A karaktere, aki pedig nem azért kényszerült külföldre, mert hogy ő mindenképpen pénzt szeretne keresni, hanem neki ideológiai ellentétei támadtak a hazájával, és ezért választotta a külföldi létet, és hát ezért nem tud gyakorlatilag hazatérni onnan. Mondom, de még nincs veszve semmi. Ott van például a pályaudvar, ugye? Micsoda lehetőségek. Először is a belépés ingyenes, másodszor meg ott nem vagy idegen, ugye? Mert a pályaudvart eleve az idegeneknek építették, szóval ott az idegen az idevalósi, és az idevalósi az idegen. A az elnyomatás a szellemi rabság elől menekülve emigrált hazájából, hogy hivatását, a gondolkodás művészetét szabad filozófusként gyakorolhassa. XX-et a pénzkeresés reménye hajtotta a vendégmunkások közé. A karakterem, aki egy író, azt gondolom, hogy azért ment el külföldre. Van benne egy kulcsmondat az előadásban. Arról beszélget a két karakter, hogy mi az a szabadság. Szoktak-e a szabadságról gondolkozni? És megkérdezi a munkás karakter, hogy hát az attól függ, hogy mit jelent. Mire azt válaszolja az író, hogy hát az, hogy kimondhatod, amit gondolsz. Szerintem ez a motivációja az írónak, hogy egyszerűen... Én olyannak képzelem ezt a karaktert, hogy otthon szerintem egy darabig próbált tenni dolgokat, próbált változást elérni, hiszen ő író, tehát valószínűleg volt rálátása és valamilyen szintű beleszólása mondjuk a kulturális életbe, illetve bármilyen közbeszédbe, valamilyen minimális szinten legalábbis, de aztán én azt gondolom, hogy egy idő után feladta. Tehát rájött, hogy úgysem tud megváltoztatni semmit. Vannak rá utalások, hogy talán el is lehetetlenítette a hatalom, és úgy dönt, hogy távozik, és megpróbál új életet kezdeni. Azért vagyok én itt, hogy szabadság azért el lehetne intézni. Nem, én azért vagyok én itt, hogy dolgozzam. Érted? Leszek én majd elegesz szabadságom. Haza megyek, érted? Két hétig. Kifekszem majd ott hát a diványra. Adj a fűbe egyenest! Egyetlen tömböt képez a dráma, hazájától kényszerűen távol élő férfi párbeszéde, marakodása, békülése, elfajuló összetűzése, majd semmiféle reményt nem kínáló reloskodása. A se ott, se itt, se vissza tudatának egymás kínzása. Mi úgy képzeltük a próbák során, tehát hogy ők nem feltétlen akartak volna egy én nagyon szegényes szuterénbe, egy pincében berendezett albéletbe kerülni, de aztán így hozta a sors, és két teljesen különböző emberről beszélünk. Tulajdonképpen az én karakterem az nem is feltétlenül érti, főleg a darab erején, hogy ő mit keres itt. Van is egy erre irányuló párbeszéd, hogy ő tulajdonképpen miért van itt, hogyha neki nem a pénz számít meg a gyűjtögetés, és ezt nem is nagyon tudja ő felfogni. Ugyanakkor nagyon sokban segíti ez az értelmiségi karakter a munkást, pénzt kölcsönöz neki, fizeti az albérletet, enni ad neki, tehát hogy kicsit így pátyolgatja, de egy nagyon szoros viszony alakul ki kettejük között, és tulajdonképpen mindkét karakternek a kinti életben, az életben maradáshoz szüksége van egymásra. A diktatúra előtt mindenki egyenlő. De én nekem hosszú időbe tellett, amíg erre rájöttem. Te meg... Milyen egyszerűen kimondtad ezt az alapvető tényt? Hiába a evangélium alázat néha
többet ér, mint az intelligencia. Megvajtam, nem bökén a hülye. A párhuzamos magányban élő két ember sorsának ábrázolása közben az író valójában egyik figurának sem ad teljes mértékben igazat, hol az egyik, hol a másik igazságát érzi erőteljesebbnek a néző. Ez egy nagyon érdekes kérdés, milyen a két karakter kapcsolata. Hát én azt gondolom, hogy eleinte lehet, hogy ez nem egy szándékos dolog, hogy ők egy közös albérletben laknak, vagy hogy úgy sikerült helyet találniuk, hogy pont egymás mellé kerültek. De aztán az író ebben lát egy lehetőséget, vagy utólag idealizálja ezt az egészet, magában próbálja megmagyarázni, hogy ő saját magának úgy magyarázza, hogy tanulmányozza ezt a törölmetszett munkásembert, hogy meg tudja írni a könyvét, a tulajdonképpen a rabságról akar könyvet írni, és van egy ilyen magyarázata, vagy önigazolása, hogy ő azért van igazából ezzel a fickóval, hogy tanulmányozza, és megpróbálja megírni ezt az egész könyvet, hogy mit jelent az, hogy rabság, de közben szerintem azért jól esik neki, hogy valaki ott van a hazájából, és valakihez tud a saját anyanyelvén szólni, még akkor is, hogyha nem fog olyan szintű beszélgetéseket véghez vinni vele, mint mondjuk otthon a saját kultúrkörében, de alapvetően azt gondolom, hogy ez a két ember a végére azért összebarátkozik. Rozsek darabja különösen aktuális ma, amikor világjelenségként éljük meg, hogy az emberek sokasága más országokban igyekszik a jobb élet reményében boldogulni, új identitást találni. Mert minden jó lesz és igazi. A munka kenyeret ad, a jobb meg szabadságot. Végül is ezt akarjuk mindannyian, nem? Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.